a színes műsorok és kézműves foglalkozások mellett ilyen és hasonló kocsonya költemények várták Oromegyesen a vendégeket az András napi sokadalmon és a Kocsonya Fesztiválon. A kocsonyának ugyan nem pont most van az ideje, de belefér ebbe az időszakba is, úgy gondoltuk, és hát ilyen formában összehoztuk a két hasonló témát, és akkor így lett András napi sokadalom és Kocsonya Fesztivál. A faluházban gyöngyfűzők, csuhébaba készítők, kéziszövők, seprőkötők, kosárfonók és más hagyományos foglalkozást űzők szorgoskodtak, közben a házigazdák friss tejfölös fokhagymás lángossal és teával kedveskedtek a résztvevőknek és a vendégeknek. Egy Péter évei fiatalember veszélyportékáit többen is megcsodálták. Azt vettem észre az utóbbi időben, hogy egyre jobban érdekli az embereket, mint ez természetes anyagból készül. Mondjuk rá, hát van keletje mondjuk jobban a piaci kosaraknak, gyerekkosaraknak, vagy különböző tárgyaknak. Bútorokat is szoktak vele csinálni, készíteni szokott-e ilyesmit? Hát bútorok is lehet készíteni, én személy szerint nem készítem a bútorokat, mert oda ugye az nagy befektetés is kell, meg több munkaerő, én még csak magam csinálom. Az András napi szokásokat a hétköznapi életben már Oromhegyesen sem tartják, de egy-egy ilyen rendezvény erejéig szívesen bemutatják azokat az érdeklődőknek.